napot kívánok, ez a Kanizsa Café. A Nagy Bőjt kapcsán beszélgetünk ezen a héten Ocsovai Grácián, illetőleg Kerca Asztrik Ferences szerzetes atyákkal, a zalaegerszegi rendházból csábítottuk át őket Nagy Kanizsára. Köszönöm szépen, hogy ma is itt vannak. Ott hagytuk abba, hogy Nagy Bőjti időben, de egészen pontosan ugye húsvéti időben illik gyónni, illetőleg áldozni. Fölmerülhet a kérdés, és akkor folytassuk innen, ahol a tegnapi adásban abba hagytuk, hogy van-e arra javaslat, ajánlás, szabály, hogy kinél? Kötelező-e a saját, idézőjelben persze, a saját plébánosomnál gyónni, vagy elmehetek mondjuk egy zarándoklatra, ahol egy teljesen idegen papnál, akár szerzetesnél gyónhatok, vagy én kinézhetek az ország másik felében egy hasonlóan kedves ferences szerzetes, de azért, hogy ne a saját plébánosomnak, aki ismer, meg ismeri a családomat, mert olyat akarok mondani, ugye az ember is fifikás, amit nem baj, ha nem tud, de ebben az adásban, ebben a műsorban már úgy is tisztáztuk, hogy nekem Grácián atya a plébánosom, tehát hogyha mondjuk olyat szeretnék meggyónni, amit nem baj, ha ő nem tud, akkor lehet, hogy elmegyek mondjuk Szentkútra, és akkor az ottani ferenceseknél szeretném meggyónni. Van-e erre vonatkozó ajánlás? Hát alaphelyzetben nem vagyunk féltékenyek. Tehát tulajdonképpen mi nem ragaszkodunk így az emberekhez, már olyan értelemben, hogy számon tartanánk, hogy ki jár templomba, vagy ki jár gyóni, stb. El is kell engedni, tehát a jóisten felé kell ezt rendezni. Csak útjelző táblák vagyunk. Valójában a kis falvakban is, meg általában ezekben az időszakokban mindig úgy oldották meg, hogy egy vendégszónokot hívott az adott plébános, mint egy lehetőséget adva, hogy esetleg nála gyónjanak. A mi esetünkben pedig ugye ezt jó tudni, hogy vannak ugye akár kegyhelyek, vagy nagy városok valójában, hogy bemegy a városba, és mert lehetősége van a választása. Tehát mindig a hívő dönti el, hogy ő kihez szeretne elmenni gyónni. Mert valójában ez egy ilyen, gondolom, szimpátia kérdés, de egy lehetőség is, hogy egy új szempontokat, vagy máshova menjen. Tehát alapjában bárhova lehet menni. Meg hát ugye egyébként sem személy szerint a papnak gyónja meg az ember a bűneit, hanem a jóistennek, csak ezt ugye sokan nehezen tudják elfogadni, hogy a pap ugyan meghallgatja, de a feloldozás sem a pap adja, hanem a jóisten nyilván a papon keresztül. Meg vannak esetek, amikor olyan, mint a fogfájás, hogy végülis, ha nagyon fáj, mindegy, melyik fogolvosat, menjünk, ugye? Igen. Visszatérve. És arról se feledkezzünk meg, ugye a hívő oldaláról sokszor hallunk a gyónásról, a pap oldaláról néha kevesebb szer, de azért azt tudni kell a hívőnek is, hogy a pap nem a maga nevében ül ott a gyóntatószékben, tehát nem ülhet ott a saját kíváncsiságának a kielégítésére, mert az neki nagyon komoly lelki terhet jelentene, egyrészt, másrészt pedig egyházjogilag is bűn kategóriába tartozik, a szentségekkel nem lehet visszaélni mondjuk egy kíváncsiság kielégítésére. Meg hát ugye ott van a gyónási titok, tehát abban mindenki biztos lehet, hogyha fölkeres egy papot bárhol a nagyvilágban, azt mondom, nem csak az országban, akkor amit ő ott lerakott, igen, lelki terhet, az kettőjük, háromójuk között marad. Igen, sokan félnek a gyónástól, és azt többször kell mondanunk, hogy valójában lehet, hogy emberleg mondjuk kellemetlen, mert tudom, még annak idején gyerekeknél, ilyen a felsőseknél találkoztam, hogy nem mer gyóni, mert nehogy megtudjam a rosszat, vagy valamilyen furcsa megközelítés volt, hogy ja, mit fog szólni a pap, mert általában az egy ilyen kérdés is lehet, és a szentség. Tehát ugye a katolikus egyházban 7 szentség van, tehát az biztos, hogy a minden, ami szentség, az megszenteli az embernek az életét is. És mikor szentgyónás van, az annyira Istennek fenntartott terület, tényleg, hogy tulajdonképpen a jóisten az töröl is, tehát tényleg törli az embernek a... Nem is szabad, de hát ez, nem is kell ezen nagyon foglalkozni, mert egyrészt, ha sokan jönnek, amúgy is, meg amúgy is, hogy tényleg a jóisten törli. Hogy nem kell soha félni a hívőtől, hogy a legközelebb gyónással esetleg majd hagytuk a baci. Ugye egészen mindig önálló külön dolog, és például a Szent Gyónással nagyon sokszor megtapasztaltam a Szentleknek a kegyelmét. Tehát, hogy olyan dolgok jönnek elő, de főleg úgy, hogy akár gondolatban, de én a saját gyónónál látom, mikor feltesz egy kérdés, hogy atya, például mit tegyünk, ugye soha nem személyesen van a gyónás, csak általános, így nem kibeszélés van, és akkor, hogy most mi legyen is.
az ember, csak azt látom, hogy ő elkezdi saját mondani, és saját maga mondja meg, ugye Szentlélek által, nem is kellett nekem. Én csak ott a Jóisten képviselem, és a pap ugye csak feloldoz. Hogyha hívom, látom, hogy megbánja, és minden. Most a héten volt a hittanórán, és a gyerek valahogy előkerült, nem tudom hogy, valahogy a gyilkosság kérdése. Vagy a teprédikációt hallgatták valamelyik gyerek, és ott a, vagy ördögűző, valamiről szó volt, meg hogy mi van akkor, hogyha, hogy kinek hogy lehet gyóni, vagy mit stb. És hogy előkerült, mi van akkor, hogyha egy gyilkos jön gyóni. Hát mondom, alaphelyzetben nem is oldozhatom fel. Ez a püspöknek van fenntartva. És valójában ez az olyan dolog, hogy én is csak annyit tudok megtenni, hogy látom, hogy őszintén meggyónja, megbánja, tehát valaki részegen jön, vagy abszolút, ezt nem is tudom feloldozni, hanem azt mondom, hogy majd akkor ezt, majd később visszatérünk erre. Tehát vannak olyan dolgok például, amikor csak a püspöknek van fenntartva, ja, de ez nagyon-nagyon-nagyon súlyos dolgok. A papot egyébként, ha már Asztrik atya ezt szóba hozta, igaz, csak egy fél mondat erejéig, hogy a gyónásról, a pap oldaláról nyilván mi világi hívek viszonylag keveset tudunk, mert hát mi a másik oldalon vagyunk a szó átvitt értelmében, meg a fizikai értelemben is természetesen. Megviseli? Mondjuk adott esetben azért egy-egy alkalommal 5, 8, 10, 15, 20, ki tudja hány ember térdel oda, és mondja el a bűneit, meg hogyha van idő, akkor egy kis beszélgetés közben akár az élete más területét is egy kicsit fölfedi. Ezt a pap lelkileg hogy éli meg? Mert azért nagyon sok szenvedéssel, gondolom én, szenvedéssel, bajjal adott esetben is lehet találkozni egy szent gyónással. Mivel a gyónás is szentség, tehát valójában nagyon sok kegyelem kiáradás történik. Ha nehézségről beszélhetünk, én az fáradtságról tudok beszélni, valaki 5 órát gyóntat mondjuk, vagy 3 órát, oda figyelni egyáltalán koncentrálás, de Jóisten megoldja néhány tréfászon, hogy ki fognak ilyen süket papot, de igen, nem is halrendesen, tehát valójában most csak úgy félig visszesen, de ugye régen azért voltak idős atyák is, ő is hallott mindent, meg valaki nem is foglalkozott ezzel, mert ő csak azért van ott, hogy Istennek mondja el, tehát Jóisten még meg is tette, és akkor így és tulajdonképpen neki nincs más dolga, csak feloldozni, és az útirányt megadni, hogy most akkor stb. Hogy van. Tehát úgyhogy ez valójában nem ez az elsődleges, de nem tudom te, hogy... Nehéz lelkileg? Kiegészítés éppen. Hát én magam a Ferenciek terén megesett, hogy 6 órát is kellett gyóntatnom. Egy végtében is, de volt, hogy 2 részletben, de 3-4 óra az a napi rendszeres gyóntatási mennyiség volt. Nagyjából olyan 80-120 ember fér bele egy ilyen napi penzumba. Én azt vettem észre, hogy a kegyelemnek egy olyan rendkívüli erőterébe kerül be a gyónó is, meg a gyóntató is, ami szó szerint egy burkot képez köröttük, és már nem is az történik, és nem is annyi, amennyit egy ember el tud viselni, vagy be tud fogadni, hanem ennél sokkal több. És egy alkalommal történt, nagypénteken volt, arra mai napig emlékszem, hogy jött valaki, elvégezte szépen a szentgyónását, én fel is oldoztam annak rendje módja szerint, de közben azt észleltem, hogy mellettem helyet foglalt Pió atya. És úgy oda is néztem rá lélekben, és úgy kérdeztem tőle, hogy te meg mit keresel itt. És azt intett a szokásos mogorva stílusában, hogy ne velem foglalkozz, hanem a gyónóval. Hát szót is fogadtam neki gyorsan, vigyázz, bárj bennem minden, hogy akkor tényleg csináljam a dolgomat, figyeljek rá oda, és akkor a végén mondja nekem a gyónó, miután már feloldoztam, hogy hát ő neki volt egy tartozása, mert hogy ő neki gyerekkorában lehetősége lett volna Pió atyához elmenni gyónni, és hogy ezért most nagyon hálás a mai napon, én erről ugye nem mondtam neki semmit, de hogy azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy Pió atya oldozta föl a mai napon, és mondtam neki, hogy nyugodjon meg, mert ő oldozta föl. Tehát, hogy van valami olyan fajta kegyelem átengedő képessége egy-egy személynek, egy-egy papnak, egy-egy püspöknek,
akinek a karizmája az egy nyílás a mennyországon, és annak megfelelően érkezik a kegyelem, mondjuk olyan színűként, hogyha most hasonlatot kéne mondani, és valakinek ez a szín nagyon tetszik, ez neki a legmelegebb, ez tudja őt a legjobban megolvasztani, ez tudja őt a legjobban átforrósítani, bizalomra gerjeszteni az Isten iránt. És nekem az a tapasztalatom, hogy az a jóság, amit úgy kap valaki, hogy azt nem érdemelte meg, az az, ami a legjobban térdre kényszerít, és a leghálásabbá alakítja őt. Nekem ilyen élményem nem volt, de azért az érdekes, hogy az átlagembert nézem, hogy hogy közelíti meg a Szent Jónást, hogy általában azért fél elmenni, ugye amiről korábban is szó volt, hogy mit szól a pap, de olyannal is találkoztam, és ez miatt kicsit szomorú is vagyok a gondolkodás miatt, hogy miért egy papnak mondjam, majd az Istennel megbeszélem. És ez egy nagyon csúsztatott gondolkodás, mert az igaz, hogy mindent meg kell beszélni a Jóistennel. Imádságban is. Ezért van a reggeli esti imádságunk, tehát hogy ez rendben van. Valaki azt mondja, hogy nem imádkozok, hanem beszélgetek az Istennel, és az nagyon jó. Ne szabjunk korlátot, ugye, ahogy a lelke úgy segít, hogy valakit az segít, hogy a meghatározott imát mondja, mert az megtartja, de ez a szívnak a megnyitás, hogy ő beszélget az Istennel, ez nagyon jó. És de az, hogy mindent elmondunk, a bűnünket is mondjuk el, így van, ez a rákészülés. De egy dolgot nagyon pontosan tudni kell, hogy nincs feloldozás. A Jóisten úgy döntött, hogy az jön a papszentelés, az jön a felkenés a papnak is, a felkenése, hogy a pap tudja feloldozni. Mert hogyha nem oldozza fel a pap, tehát hogyha csak megmarad a bűnben, azért ne felejtsük, hogy megmarad a bűnben, mert a feloldozás a pap kapta. Jó, elsősorban most a római katolikusra kell gondolnunk, természetesen. Csak a római katolikusoknál is van egy ilyen gondolkodás, ilyen protestáns hatásra, mert őket a Jóisten egészen máshogy kezeli, mert ők így születtek ebbe, náluk ez ennyire így nem annyira, tehát ez történt folyamának, ők ezt az oldalt, ezt így élik meg. De ez nem jelenti azt, hogy ezt át kell venni, mert mindenkit a maga vallása szerint fog a Jóisten megítélni. És én nem ravíroztatok, hogy azt mondom, hogy ja, ott kicsit könnyebb volt, nem is kell olyan sűrűn templom jár, akkor most átmegyek a, most már mindegy, most melyiket mondom, reformáció, evangélikus. Tehát itt nem így van, van egy becsület. Amiben beleszületünk, hát annak ide Dalai Láma itt volt Magyarországon háromszor elmúlt 15 vagy 20 év alatt, és akkor valaki büszkélkedett, hogy ő bár meg van keresztelve, és hogy ő a keleti vallások felé indult, és a buddhizmus. És maga a Dalai Láma mondja, hogy azt javasolja, hogy mindenki maradjon abba, ami beleszületett. Mert az, tehát, és akkor ez a lényeg, hogy ami Jóisten oda helyezte neki, abba kell tökéletesedni és eljutni. Tehát ez a lényeg. Nem szeretném bulváros irányba elvinni a beszélgetést, de azért a nézők érdeklődésének, kíváncsiságának kielégítése céljából, ha már itt ilyen papi kulisszatitkokról is beszélhetünk, és kérdezni szabad, köszönöm szépen. Azt tisztáztuk, hogy lelki oldalról a papnak mit jelent a Szent Jónás. Van arra valami fajta, mondom, kulisszatitok, és ha nem akarnak, nem válaszolnak, de szerintem lehet erről beszélni, recept, szabály, vagy mindenki saját maga alakítja ki adott esetben a tanultak alapján, hogy mondjuk mi a penitencia, hány miatyánk, hány üdvözlégy, vagy hány rózsafüzér, vagy az a bűn, a megvallott bűn súlyától nyilván is függ. Tehát, hogy amikor én azt hallom, hogy emlékszem, Grácián atya Medjugorjéban mondta, hogy mondj el egy rózsafüzért, de legalább egy Medjugorje, itt ugye az a rövidebb változat, és azzal akkor föl is oldozott. Tehát, hogy mi alapján dől az el, hogy kinek mi a büntetése, az elégtétel, a jóvátétel? Ez nem gyónási titok, ott van Viennai Szent János. Olyan híres gyóntató volt, tehát úgy szentelték fel, mert nagyon nehezen tanult és vizsgázott, és az volt a vizsga kérdés, csak hogy meg kevés volt a pap, és egyáltalán felszenteljék, hogy Viennai János szereti a szüzanyát? Igen. Szokta imádkozni a rózsafüzért? Igen. És akkor felszentelték, mert kevés volt a pap, és a legeldugottabb helyre tették Árszba, ahol három kocsma volt, ennyi volt a művelődési központ, és akkor élete végén megszűntek a kocsmák, és külön vasodat építettek, annyian mentek gyúrni. És például az ő, ugye ezek ilyen visszatekintő tapasztalatok, és mindenki kiválasztja, hogy melyik a lelke szerint, vagy az adott helyzet szerint. Ő például nagyon egyszerű
bánat imákat mond, javasolt nekik, hogy mondjon egy üdvözlégy Máriát, mit tudom, egy két percet üljön az Úr Jézus előtt. Tehát ilyen minimális, egyszerű dolgokat mondott. És az idő azért meghoztának a gyümölcsét, tehát egyik az öreg papok tapasztalata is, meg a mi tapasztalatunk is, meg egyáltalán az adott helyzetnek, hogy ez nem ilyen, bár van ilyen vizsga a papszentelés előtt, hogy egy áll valami, és akkor valamit kell, és körülbelül, de itt ez mindig az egyéntől is függ, meg ezek a régi tapasztalatok, meg az adott helyzet. Illetve ne felejtsük, hogy a gyónó még mindig mondhatja, hogy atyám, én ezt vagy nem is van, ezt az imád, vagy ezt nem tudom elmondani. És akkor át kell alakítani. De volt van ilyen, hogy tehát azt mondom, hogy tehát most elnézést, atyám olyat mondott, ami fogalmam nincs, hogy micsoda cseréljünk. Meg valaki elfelejti például, az, megkapja azt, hogy mit kell, mi az elégtétel, és elfelejt is. Van egy ilyen költői kérdés, hogy akkor ilyenkor mi van? És ilyenkor például az van, hogy akkor ő maga erre a szándékra valamit megtesz. Tehát nem emlékszik, hogy te nem szaltad vissza, hogy atyám mit is mondott, hanem hogy kapott valamit, körülbelül lehet, hogy emlékszik is, de ha nem, akkor meg ő magára a szándékra, ő valamit elhatároz, hogy én ezt fogom megtenni. Tehát valójában itt nem az a konkrét a lényeg, hanem az a bűnbánat és ennek a kísérő elégtétel, ami tulajdonképpen olajozza, hogy imával is a kapcsolat Istennel még jobban bensőségesebb legyen. Én a magam részéről olyan elégtételeket szoktam szabni, ami a lokális kegyelemnek, tehát az adott templomnak a védőszentjéhez, vagy küldetéséhez kapcsolja az illetőt, ahol éppen az a szolgálat zajlik. Tehát mondjuk egy szűzanya szeplőtelen szívének a templomában általában azt szoktam kérni, hogy a múltját, a jelenét és a jövőjét ajánlja föl egy-egy üdvözlégy Máriával a szűzanya szeplőtelen szívének oltalmába, vagy ugyanígy mondjuk három mi atyánkkal egy Jézus szíve templomban. Tehát, hogy van egyfajta lokális kegyelem, ami nem véletlenül alakult ki, és nem véletlenül adott területnek adott védőszentje, vagy titulusa van, ami kegyelem árasztó eszköz is, hanem ennek megvan a nagyon mély antropológiai embertani gyökere, és én úgy látom, hogy ezeket erősíteni nagyon fontos ilyen belátással, ráhangolással, ami hatalmamban áll papként, hogy például megszabjam az elégtételt. De azt is látom, hogy bennem is volt már olyan kételj, hogy az illető rámondta, hogy rendben van, de éreztem, hogy nincs rendben. És akkor megkérdeztem, és akkor kiderült, hogy hát valami baj van ezzel a dologgal, mondjuk egy ilyen számomra is vidám dolog, hogy kértem, hogy elmélkedjen pár percet a mi atyánk hét kéréséről, és akkor az illető megkérdezte, hogy nagyon szívesen, de hol lehetne annak utána nézni? Hát mondjuk a mi atyánkban. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogy tényleg szabad és kell is néha mérlegelni azt, hogy egy előre eltervezett, vagy egy jónak látott szándék kivitelezhető legyen megint a... Meg személyre szólon. Tehát tulajdonképpen azért van olyan is, hogy valaki nagyon nem most... emberek vagyunk, valaki csak úgy gyorsan vagy felszentesen, hogy esünk róla. Van, aki meg nagyon mélyen is, őszintén. És ne felejtsük a régi szép módszert, hogy térdelve. Tehát ezek a mai új, modern, könnyítési dolgok, például a gyontatószék, a gyontatófülke is beszélgetve, tehát jó, idősek, tisztelt a kivétel, mi is teszünk be széket, vagy amit az idősebb, hogy nem tud letérdelni, vagy egyéb tér probléma. De nem, most meg kezdünk így átesni a lótus, az egy ilyen beszélgetés. Van lelki beszélgetés, az nem mindig a gyontatószékben van, röviden igen, de mondhatjuk azt, hogy külön beszéljük meg. De maga ez, hogy például valaki eljön, főleg egy férfi ember, és letérdel. Tehát már önmagában ez is egy nagy dolog, hogy ő a Jóisten előtt letérdel, és úgy adja, mondja a bűnöket. Tehát már önmagában ezek, hogy csak alaphelyzetben jól csináljuk a dolgokat, hogy bemegyek a templomba, keresztet vetek. Az, hogy letérdelek. A térdelem, a ima, az nagyon, nagyon erős. És nem véletlenül találták idézőjelben csúnya szóval, hogy térden állva gyónunk. Mert annak van egy alázata, hogy Isten előtt én meghajlok, és térdet hajtok, és térdelve elmondom, sőt, hát régen, mikor le kell térdelni, akár mikor lovagáütés volt, vagy egyáltalán mikor bocsánat kérésbe, hogy le kell térni és megcsókolni a kezét az idős embernek, vagy annak a szülőnek. Hát még így volt, hogy mentünk gyóni, és először elmentünk a szülőt bocsánatot kérni, hogy
édesapa, bocsásson meg, most megyek gyónni, amit elkövettem, és úgy mentünk el gyónni. Ezek szinte már ezért el is felejtődnek. És mit mondott a szűzanya? Azt mondta, hogy vissza kell térni a gyökerekhez. És ezt a szót, ez mindenre érvényes. Vissza kell térni, és akkor valójában akkor még mélyebb és kegyelemteljesebb, érezhető módon is lesz. Arról nem is beszél, hogy a térdenállásban nem csak a meghajlás gesztus van benne, hanem az, hogy az ember a saját egész emberi magasságából elvesz valamennyit, egy alsó lábszárnyit, és azt ajánlja föl, és annyival teszi magát alacsonyabbá az attól a Krisztussal, aki emberként vele egy szem magasságba került, és ebben is ki akarja fejezni az egész emberiség azt, hogy az imádás aktusa az nem hiányozhat az imádságból. Egyébként, amit Grácián atya mond, én is meglepődve szoktam tapasztalni, és hát nyilván ez az oltár elől is látszik. Még mi is ezt tanultuk meg, hát szerintem ez a korosztály is, mármint aki annak idején hitt arra járt, így van szocializálva, hogy például a szentáldozás után, amikor a helyünkre megyünk, akkor nem beülünk a padba, hanem letérdelünk, amíg beszélgetünk a Jóistennel, hiszen az igazi kegyelem ugye a szentmisében. És ma már látom, hogy nagyon sokan a helyükre mennek, és simán leülnek, össze van kulcsolva a kezük, valószínűleg imádkoznak is, de már nem mindenki térdel le, pedig hát azt gondolom, hogy na ez egy fontos szabály, mert úgy beszélgetek a Jóistennel a templomban, hát, szerintem legalábbis. Valójában nem figyeljük egymást, ugye? Most jó majd meggyónom, Most nem úgy általában mondom, nem figyeljük egymást, csak ezek olyan jelek már. Például mondnak egymást, amikor kispap voltam, mi úgy tanultuk, hogy annyira tiszteljük az oltári szentség, hogy ott áll Jézus, hogy az áldozás előtt egy térdhajtásot. Még gyerek voltam, még akkor térdelve áldoztak az emberek. Csak hogy mennyire lazulunk, kispap voltam, és mondom, a szeretetünk, tiszteletünk, összetettük a kezünket, és az áldozás előtt, most mindegy, hogy az előttem lévő előtt, vagy akkor, térdet hajtottunk Jézus előtt. Most már oda kell jutnunk, hogy tudatosítani emberek szentostja. Itt áll Jézus láthatatlanul. Most ahhoz képest úgy elcsúszunk már az áldozásnál is, hogy valójában csak ez a térdhajtás, hogy mennyire nem szabad engednünk, hogy ennyire ellazuljunk, hogy a múltat nem szabad elfelejteni. Vannak kivételek, és tiszteletben kell tartani a jelennek az adott emberi problémáit. Tehát semki, ez nem ítélet. De mit mondott Jézus? Ezt meg kell tenni, azt már nem szabad elhagyni. Tehát ezek a régi szép dolgokat meg már ne hagyjuk el a könnyítések meg egyéb miatt, hanem igenis, ha helyünkre megyünk, letérdelünk, és hálát adunk Jézusnak, majd ott a szívünkben. És általában térden állva, én való imádságban, mondom, kivétel az ember probléma, amikor műtét, porc vagy egyéb idős, az teljesen más. Isten ez a szívünket nézi. De aki megteheti, vissza kell térnünk ezzel a fegyelmezettséghez, hogy adjuk meg a tisztetet a Jóistennek, mert le van írva a Szentírásban, minden tért hajoljon a mennyben, a földön, és az alvilágban. Ezt nehogy elfelejtsük. A földön. És mi még itt vagyunk, úgyhogy ez nem árt, hogyha... Ez csak ennyit. Köszönöm szépen mára, folytatjuk csütörtökön. Önöknek is ez az ígéret, találkozzunk csütörtökön 7:30-tól is. Viszontlátásra.